Lamos Péter a Web 2023 program mondható, hogy főkivitelezője? Az egy kicsit túlzás lenne, főlebonyolító. Főbonyolító. A mai gazdasági helyzetben kénytelen vagyok megkérdezni, hogy hogyan állnak anyagilag? Tehát vannak-e források a megkezdett beruházások befejezésére? A Magyarország kormánya biztosítja ugye az Európa Kulturális Fővárosához kapcsolódó program és infrastruktúra fejlesztések fedezetét. Ez két kormány határozatot jelent, 2021-ben járunk. Ezeket a forrásokat, amikor a kormány megítélte a Veszprém Balaton 2023 ZRT-nek, ugye ők azok, akik összefogják ezt a programot, ezek a pénzek szépen az ütemtervnek megfelelően meg is érkeztek. Ebben azóta változás nem volt, át kellett tekintenünk a projektjeinket, amikor a országos szinten áttekintésre kerültek, hogy melyek azok a beruházások, amelyek halaszthatók, és akkor a kormány úgy döntött, hogy ez nem az a csomag, ami halasztható, 2023 az egy viszonylag fix dátum, úgyhogy jóvá hagyták a továbbra is a forrás felhasználásunkat, így azt tudom mondani majd napon, hogy a finanszírozás stabil. Ez azt jelenti, hogy a szükséges pénz rendelkezésre áll, tehát a számlában is bármikor beírható, amennyiben szükséges? Ütemezetten érkeznek a források. Nyilván vannak mérföldkövek. Így van, de igen, források rendelkezésre. Önök felelnek-e mondjuk a Veszprémben az út felújítások, lebonyolításait? Az azt hiszem egy külön falat. Igen, jó nagy falat. De a legjobban szem előtt van talán, hiszen naponta megkeseríti a közlekedők életét, talán az ajkölyekét, a vidékiekét is, akik ide kerülnek. Közeleg a tér is bezárnak az aszfaltkeverő telepek, ez nem aggasztja egy kicsit? A feladatért nem mi felelünk, és nem is el kell finanszírozásból valósul meg. Ez a Veszprém megyei városnak a Modern Városok programjában szerepel, mint egy program ellen. A lebonyolító és a végrehajtó az a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodája. Így áll össze az algoritmus. Az aszfaltkeverők leállnak, abban az esetben, hogyha a kivitelező birtokol ilyen létesítményeket, akkor nyilván ő el tudja dönteni, hogy megállítja-e, vagy sem. Ez az időjárás. És ez az időjárás. És milyen nagyobb beruházások vannak, amelyek mondjuk január 21-ig befejeződnek a városban? Mert gondolom lesz még, ami utána fejeződik. Igen, ütemezett átadásokra készülünk. Alapvetően a legnagyobb veszprémi LKF infrastruktúra fejlesztés, az a volt gyermekkórház, a volt helyen pár gyermekkórháznak a fejlesztése. Mozgásművészeti központ. Ennek az átadójára készülünk tavasszal, tehát az üzembehelyezésekkel, használatba vételi engedélyekkel tavaszi nyitás. Ez a fő projekt, ez a alapterületében, összegszerűen, minden vonatkozásában ez a legnagyobb LKF-es projektünk. Van olyan, amiket már átadtunk, tehát a múlt időben is tudok beszélni, például egy Kádár utcai parkolófejlesztés hoznék példának, vagy a volt húsáruház digitális tudásközpontként történő újranyitását. Ezek lezárt és átadott LKF-es fejlesztések. Az idei évben még a Lugnárház az, amire készülünk, hogy decemberben megkezdjük a műszaki átadás átvételt, és végül ez a ház is ki fog nyitni tavasz elején. Alapvetően most akkor egy kicsit összefoglalva, 68 darab infrastruktúrális projekt fut Veszprémben és a régióban. Ezeknek a 70-80%-a az első és második negyed évben átadásra fog kerülni. Van-e olyan, ami miatt aggódik esetleg, hogy a kultúrás főváros éve után kerül majd átadásra, vagy így ütemezték eleve? Nem, ilyen projektünk nincs. Az utolsó átadás mikorra várható? Nyár végén a második legnagyobb projekt a Pannon Egyetem kampuszának az átalakítása, ami is szorosan összefügg. Ebben a Szent Miklós Szevizsbe tartozik. Így van. Ott találták azt a nagy bombát, ugye, ami kicsit megállította a kivitelezést. Igen, korrekt információ. Ez nyár vége ősz eleje, amikor ez véglegesen el fog készülni. A Pannon Egyetem úgy készül, hogyha az ütemtervet tartja a kivitelező, akkor részátadásokra sor tud kerülni. És akkor így függ össze a három projekt, hogy a város top zöldváros projektje, ez a Szent Miklós, Szent Kálmária, a egyetemi kampusz, és akkor a záróelem pedig a gyermekkórház. Sokan aggódnak, amiatt hát sokan legalább egy, de ő fontos ember, hogy az egyetem környékén, ahol most van, ott nem lesznek parkolók, hanem ezek mondjuk a
északabbra vagy nyugatabbra levő kampusz területére kerülnek, fennáll ez a veszély, hogy nehéz lesz majd parkolóhelyet találni a környéken? Alapvetően igen a válaszom. Ez nem a parkolóhelyek számával, hanem inkább a társadalom motorizációjával függ össze szerintem. Tehát most már ott tartunk, hogy az egy autó az már nem az átlag, inkább a két autó, meg a három autó az átlag, mondjuk borzasztóan sok a gépjármű, és ezres nagyságrendben emelkedik évről évre az ilyen nehezebb gépjárművek száma. Tehát ez egy ilyen, ez a harc, ez a küzdelem, amit a parkolóhelyek és a gépjármű közlekedés okoz, kontra nyilván gyalogos és kerékpáros közlekedés, ez egy nagyon feszült helyzet. Mi úgy gondolkoztunk Veszprémben, hogy egy védőgyűrűt szerettünk volna vonni a belváros köré, meghatározva azt a 10 perces gyaloglási távolságot, ahol hagyjam az autómat a parkolóházban, kiszállok, és onnan 10 perc alatt elérem a Veszprémi várat, turisztikai célpontokat, intézményeket, bármit sorolhatnék. Ebben a koncepcióban mi egy majdnem ezeres nagyságrendben fejlesztünk új parkolóhelyeket ennél a védőgyűrűnél. Mondok egy konkrét példát, hogyha mondjuk a Füred vagy Almád irányból közelítem meg a várost, és akkor ez lehet turisztikai célú, tehát látogató vagy agglomeráció. A bevezető utak mentén parkolókapacitások épülnek. A gyermekkórháznál 154 férőhelyes parkolóház, földfelszín feletti parkolóház, a Pannon Egyetem kampuszánál 200 férőhelyes mélygarázs. Egy parkolási irányítási rendszert fogunk üzembe állítani, aki betáplálja az úti célját, azokat mondjuk jövök Füredről, maradok a konkrét példára. Ez egy applikáció lesz? Ez egy applikáció lesz. Jövök Füredről, és beirányít az egyetemi parkolóházba, mert akkor ott van a szabad hely. Ott a látogató le tudja tenni az autót, és innentől kezdve gyalogosan lép be a belvárosunkba, és így közelíti meg a adott desztinációját. Most akkor megy a várba, vagy a jóvárostérre, egy piacra. Nem gondolkodnak-e mondjuk környezetbarát átidó megoldásokon, mondjuk egy parkoló és a téves úti cél között elektromos iránytaxi, kerékpár, kölcsönző vagy egyéb szolgáltatás működhet? Nagyon jó a gondolat, de így gondolkozunk. Hát nem magam találtam ki ezzel máshol gyakorlat. Igen, így van, jó példákat, azokat alkalmazzuk. A Veszprém pici, tehát hogy elektromos buszrendszereket ilyen távolságokra beállítani, feltétlenül célszerű vagy kifizetődő. Veszprémben egy elektromos közbénga rendszer is fejlesztés alatt áll. Ezek a klasszikus dokkolóállomások, hibrid kerékpárok, tehát elektromos rásegítés, ami Veszprémben a domborzati viszonyok, azok néha megizzasztják az embert. Idősebbek hamarabb abba hagyhatják. Tehát, hogy igen, ilyen komplex rendszerben gondolkozunk. Polgármester úr és a szakma preferenciája is az, hogy erősítsük a gyalogos, kerékpáros és környezetbarát közlekedést. Mi elsősorban Ajkáról jöttünk, tehát nyilván a főváros, vagyis a megyeközpont is érdekel bennünket. Ott is egy nagyobb beruházás folyik, tulajdonképpen a kriptongyár, kriptonházat, hogy a leendő funkciója szerint nevezzük-e meg. Egy multikulturális központ lesz, egy vizuális központ lesz a tervek szerint. Van is rá pénz az első terv befejezésére, de hát úgy tudom a helyiektől, hogy ez még torzóban maradt. Tehát igazán a befejezés az még talán 1 milliárd forint kellene a 300 millió forint után. Végülis használható projektet adnak át? Igen, a válaszom határozottan. A általánosságban az LKF program ugye egy régiós program, tehát ugye Veszprém, Bakony, Balaton, ez egy nagyon szerencsés konstelláció. A régióban a WebPlus 23 ZRT egy nyílt pályázatot írt ki infrastruktúra és projektek befogadására és finanszírozására. A volumen az úgy nézett ki, hogy nagyságrendileg 40-45 pályázat érkezett be, összességében 8 milliárdos volumenre pályáztak a pályázók. A keretösszegünk 3 milliárd forint volt. Egy elég erős szelekciót kellett végrehajtani az ERT-nek, mi ezt műszaki oldalról támogattuk. 19 pályázat az, ami végül finanszírozást nyert. Ezek között van az ajtkai kriptongyárnak az első ütem, a megújítása. Nekem az egyik személyes kedvencem, nagyon szerintem, ez a Csingerből, ez egy gyönyörű hely. Csodálatos környék, igen. És sok minden van már is, hát ez csak egy jókora fejlesztést jelentem, de nélkülözhetetlen fejlesztés, mert ugye megszűnne egy romos ipari épület látványa.
Ehhez képest egy használható kulturális központ jöhetne létre. Így van, és gyönyörű a lokáció, az épület, én építész vagyok, építész szemmel parádé, és ugye a kulturális öröksége, amit hordoz magában, az is szerintem egyedülálló, akár Magyarország viszonylatban is egyedülálló. Az LKF-es fejlesztésekben mi a 2023-as évet stációnak gondoljuk és tervezzük. Tehát azt gondoljuk, hogy ezek a fejlesztések mennek tovább. És Veszprémben is van olyan projektünk, ahol egy első ütemet, egy első csomagot tudtunk befogadni, finanszírozni. És nyilván mi is abban bízunk, hogy további források fognak a következő években rendelkezésre állni, és mint egy ugródeszka, ez az LKF, ez be tudott gyújtani bizonyos kanócokat, amik tovább tudnak égni, és tovább tudnak fejlődni ezek a helyszínek, ezek a programok. Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni így a vége felé, de itt vagyunk néhány méterre a vártól, ahol a Jóton Római Katolikus Egyház beruházásai folynak megfelelő összegbe, ezt most ne bolygassuk. Fél szemét rajta tartja egyébként, hogy milyen stádiumban van a építkezés, és vajon befejeződik-e, mert sokan aggódnak a jövő nyárra minden. Igen. Én alapvetően Vörös Tamás főépítész úrral vagyok kapcsolatban, az érsességnek a főépítésze, és egy havi rendszerességgel szoktunk leülni egy asztalhoz, és kicseréljük az információinkat, hogy tulajdonképpen én elmondom, hogy mi hol tartunk, és ő el szoktam mondani, hogy ők hol tartanak. Őt is érdekli, minket is érdekel, hogy mi történik a városban. Szomszédok. Szomszédok, így van, és borzasztóan örülünk, hogy a Veszprémi vár legyen meg tud újulni, és én azt gondolom, hogy a Tamás kezében tehát nem aggódik a Székes Egyház feljutása. Most a társadalmi összefüggéseket tegyük félre, mert nem az ön asztal. Tehát, hogy sokan támadják mondjuk a beruházásoknak a jellegét, vagy átépítésnek a jellegét, de ez maradjon most az építészetnél. Amúgy határidőre befejeződik minden, és fölszedik gond az aszfaltot is, amit most leterítettek a macskakövekre. Igen, ez az egyesség született a város és az egyház között, hogy január 21-ére a megnyitó időpontjára tulajdonképpen ezek a várnegyedben forró beruházások egy kicsit visszahúzódnak, egy kicsit megáll a munka a címviselésének az évével, és ők ezt folytatni fogják 2024-ben. Ugye önálló gazdálkodnak, tehát hogy ez a pénzeszköz, ami rendelkezésük áll a fejlesztéshez, azt szintén a magyar kormány biztosította, de nem az LKF büdzséjében vannak benne, és ők folytatni fogják 2024-ben. És az időjárási kilátások viszonylag kedvezőek, viszont közben jönnek az ünnepek, ezt betervezték a munkátok során, gondolom sokan ilyenkor leállnak. Igen. Munkaszünet van. Két ilyen hullámvölgy van egy évben, az egyik a nyári időszaknak a vége, ez az augusztus, amikor mindenki kicsit kifújja a levegőt, igen. A másik az pedig a december, aminek tulajdonképpen a felével tud az ember kalkulálni. Na most, amikor egy kivitelező aláír egy kiviteli szerződést, abban határidők vannak. És a határidők be nem tartásának jogkövetkezményei vannak, alapvetően pénzről beszélünk. Igen. Na most ezek profitorientált vállalkozások, tehát hogy ha előfordul az eset, hogy valami az ütemterv borul és csúszik, akkor ők komolyan erőforrásokat allokálnak annak érdekében, hogy visszataláljunk a megfelelő ritmushoz. Mennyire sikerült érvényesíteni azt az elvet mondjuk, hogy lehetőleg környékbeli vállalkozásokat vonjanak be, vagy kénytelenek voltak esetleg messzebbről is írni kivitelezőt, nem lévén helyben megfelelő kapacitás? Mi közbeszerzések útján választjuk ki a kivitelezőinket. Ezek az esetek döntő többségében nyílt Európai Uniós eljárásrendben lefolytatott közbeszerzések. Tehát jogszabályi előírásoknak teszünk eleget. Amit most mondtam, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy Spanyolországból is tudnak ajánlatot tenni a mondjuk a gyermekkórházok. Nem. Magyarországi cégek, vállalkozások adtak nekünk ajánlatot, és nekem személyesen fontos, hogy ha az eljárásban fölbukkan egy veszprémi cég, és adott esetben nyertesként ki tudjuk hirdetni egy eredményes eljárás lezárását követően, az nekem fontos, hogy a helyiek egy kicsit mindig más attitűddel állnak hozzá az építkezéshez. Tehát ők itt élnek, ők itt laknak, ismerjük egymást. Amikor majd levonulnak és átadják az épületet, akkor ők is büszkék akarnak arra lenni, hogy hozzátettek Veszprémhez. Még egyszer emlékeztetünk a végén, akkor mikor várható mondjuk az Ajkai Tiptonház átadása? A régiós fejlesztések március 2023 március végi végdátummal futnak. Hogyha itt valamelyik
mondjuk egy problémakört, hogyha egy közbeszerzést az ember nem tud eredményesen lezárni, akkor újra ki kell írnia. Ez módosíthatja a határidőket. Én azt gondolom, hogy minden régiós fejlesztés be fog érni 2023 legfeljebb harmadik negyed évére. Most ismét és a tudásanyag, akkor még egyszer megkérdezem, hogy ugye szívügye a kriptóháznak a fejlesztése, nem áll meg ennél a színnél, amit majd jövő márciusban átadnak, lesz tovább. Igen. Én úgy gondolom, nagyon-nagyon lelkes csapat ez. Alapvetően én most... Helyben is. Igen. Tehát, hogy alapvetően én most csak személyes véleményt tudom megfogalmazni, de nagyon-nagyon lelkes csapat dolgozik a kriptongyár újraélesztésén, és akkor a lendület van bennünk, hogy biztosan